Az ember öntudattal rendelkező lény. Ami nagyon nagy érték, ám az ára is hatalmas. Az elmúlástól való örök félelem. A tudat, hogy ami él, az hal is. Meghal. Ez az elnyomott félelem kényszeríti az elménket a kapaszkodót jelentő múltba és a reményt nyújtó jövőbe. Mert a legtöbb ember hisz, az értelmes, egyre többé, szebbé, jobbá váló jövőben. Abban a generációkon átívelő ígéretben, hogy a gyermekeire jobb élet vár majd. Ennek jó eséllyel a végére értünk. Itt az ideje elgondolkodnunk annak a lehetőségén, hogy elkéstünk egy, a teljes bolygót érintő környezeti katasztrófa elhárításával, és az minden következményével együtt eljön még a ma élő emberek életében. Pontosítsunk. A 70 év alatti korosztályok mindegyikének életében. Ez a hatalmas veszély létében fenyegeti az emberiséget is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindenki és minden elpusztul. De a világunk, ahogyan eddig ismertük, akár a felismerhetetlenségig is átalakulhat majd. Ha elfogadtuk a környezetünk összeomlásának lehetőségét, mi marad a számunkra? Hová leszünk a magunk, családunk, a tágabb környezetünk számára elképzelt jövőkép nélkül? Hol találjuk meg a tudatunk egészséges létezéséhez szükséges értelmet az életünkben? Ezért olyan nehéz elfogadni azt, ami várhat ránk. Mindennél természetesebb, hogy amennyiben az embert, pláne a szülő is egyben, ha számolt a fenti lehetőségekkel, elfogja a kétségbeesés, kínozza a szorongás, elönti a bánat. Lényegében gyászol, még ha nincs is tudatában. A lehetőségeket, amiket elmulasztott, az éveket, amiket nem élhet meg, és a hozzá közelállókat, ahogy átérzi a félelmet és a fájdalmat, ami rájuk vár, ahogy a körülöttük lévő világ darabjaira hull. Elgondolkodott-e komolyan már bármelyikünk is azon, hogy mit fog csinálni akkor, ha nem élheti tovább úgy az életét, ahogyan azt megszokta? Persze ez a veszély mindig fennáll, de most nem egy átmeneti időszakra gondolok, hanem arra, hogy mit fogunk tenni, amikor fel kell adnunk az eddigi életmódunkat. Hiszem, hogy szinte mindenki érzi, a világunk nem egy ideális irányba halad. Úgy is mondhatnánk, hogy kissé félre csúsztak a dolgok, már ha ennek a kifejezésnek ez esetben volna bármi értelme. Eltűnt a felhőtlen optimizmus, a helyét pedig átvette a remény, ami mellett egyre sötétebben ott gomolyog egy igen kellemetlen érzés, a bizonytalanságé. És joggal. A munkatársam szerint mi, jelenlegi felnőttek, rendkívül szerencsések vagyunk. Mert egy olyan korszakot érhettünk meg a 20. és a 21. század fordulóján, ami valahogy, valaminek a csúcsa volt. Nos, ezt utólag fogjuk tudni igazán átlátni, de tény. Jelenleg egy olyan korszak hajnalán járunk, amely egyszerre több, önmagában is sorsdöntő változással fogja megterhelni az életünket. Olyanokkal, amelyeknek a párhuzamos megjelenését valószínűleg nem fogja kibírni az általunk létrehozott és jól ismert ipari civilizáció. A mindent ellepő hulladék áradat, a vég nélküli túlfogyasztás, a mesterséges intelligencia forradalma, a nyomában járó, szinte már elképzelhetetlen egyenlőtlenség.
az életünk alapjait jelentő természeti rendszereink pusztulása, és mindezek mellé egy ma még felmérhetetlen következményekkel járó éghajlatváltozás. Nos, ezek összhatása olyan helyzet elé állítja a bolygó élőlényeit, így minket is, amivel sikeresen megbirkóznunk ma már egyre kevésbé valószínű. A változás és a valóság, ami fokozatosan bontja ki magát előttünk, arra mutat, hogy rendkívül közel lehetünk ahhoz a ponthoz, ahonnan jelenlegi életmódunk tűnik majd borzasztó távolinak. Ezzel együtt is látnunk kell, hogy ez a hatalmas probléma halmaz nem egy óriási katasztrófa képében sújt majd le ránk valamikor a jövőben, hanem már bőven benne élünk, és ez lett a valóságunk. Ez a folyamat napról napra, hónapról hónapra, évről évre fog történni velünk. Természetesen lesznek olyan nagy mérföldkövek és katasztrófák, amelyek eszünkbe juttatják, hogy merre is tartunk. De kivéve egy nukleáris háborút, kevés az esélye annak, hogy lesz egyetlen olyan globális esemény, ami kezdetét jelenthetné az átmenetnek, ami valódivá tenni a változást, és ami rávenne minket arra, hogy másképp gondolkodjunk és cselekedjünk az életünkkel kapcsolatban. Így az előttünk álló elkövetkezendő 30 év valószínűleg egy lassú, megszokott létünket felörlő katasztrófára hasonlít majd. Hozzá fogunk szokni minden új sokhoz, a brutalitás és az új normalitás egyes formáihoz, míg nem egy nap, felnézve a képernyőinkből egy új, sötét korban találjuk magunkat. Feltéve persze, ha nem vagyunk már ott. Mert bármi lesz is a kimenetele az előttünk álló évtizedeknek, azaz akár sikerül egy gyors, egy drasztikus társadalmi változással lemondanunk a fosszilis energiahordozókról, és mederben tartani az éghajlatváltozást, akár a valószínű forgatókönyv következik be, és az véget vett a fosszilis kapitalista civilizációnak. De annak az életmódnak, amelyet mi jó életként ismerünk, vége lesz. Ilyen a folyamatos gazdasági növekedés, a végtelennek gondolt technológiai fejlődés, a lehetőség, hogy nagy távolságokat utazzunk be könnyedén, az a globális piac, amely képes kielégíteni a legkülönfélébb burjánzó emberi vágyakat, külföldi országok gyakori meglátogatása, az egész éves mezőgazdasági bőség, a végtelen mennyiségben rendelkezésre álló szintetikus anyagok, amelyekből olcsó, jó minőségű fogyasztási javak készülnek, a légkondicionált környezetek, az emberi élvezet számára fenntartott vadon, a tengerparti és hegyvidéki nyaralások, a reggeli kávé és az esti pohár bor, a jobb élet gyermekeink számára, a biztonság a környezeti katasztrófák elől, a bőséges, tiszta víz, az otthonok, autók, földek magántulajdonlása. Egy olyan én, ami különböző élmények, érzések, tárgyak felhalmozásával teszert értelemre. Az emberi szabadság, ami alatt azt értjük, hogy meghatározhatod, kit szeretsz, hol élsz, ki vagy te, és miben hiszel. És végül egy stabil éghajlat, amely háttérként szolgál ahhoz, hogy előtte játsszuk el emberi drámáinkat. Ha látjuk az egyre erőszakosabbá váló tömeges megmozdulásokat a világ nagyvárosaiban, akkor egy dolgot ne tévesszünk szem elől. A várható kockázatok és az azokból fakadó események közül lényegében még nem következett be semmi. Van víz és energiaellátás,
kapható, viszonylag olcsón, élelmiszer a boltokban, van közbiztonság, nem omlott össze a bankrendszer. Létezik, és igen magas színvonalon, egészségügyi ellátás. Tehát amikor azt látjuk, hogy az emberek tömegei mennek az utcákra, mert ebben a helyzetben elégedetlenek a sorsukkal, és ezt olyan módon fejezik ki, hogy törnek, zúznak, gyújtogatnak, és rendkívül erőszakosan viselkednek, akkor töprengjünk el azon, mi várható majd abban az esetben, ha a felsorolt dolgok bekövetkeznek. Mit várhatunk majd akkor embertársaink jelentős tömegeitől, amikor nem lesz mit enniük? És a szellempénz, amiről azt gondolták, hogy az övék, nem áll többé a rendelkezésükre. És végül van-e fogalmunk a mostanság átéltek alapján arról, mennyire közel is lehet jelenlegi életünkhöz mindez? Az emberi tevékenység elpusztítja a természetet. Így mivel annak részei vagyunk, a széleskörű társadalmi összeomlás nem elkerülhető. Az összeomlás jelensége azonban nem egy megoldandó probléma, hanem egy lezáruló ciklus, végső, elviselendő szakasza. A kényszeres megoldás keresés valójában a tagadás fügefa levele. A reményteljes és a reménytelen ugyanannak a hamis érmének a két oldala. Nem reményre van szükségünk a tovább lépéshez, hanem őszinte bánatból merített, szabad elszántságra. Ahogy egyre jobban átlátjuk a létünket fenyegető katasztrófák összefüggéseit, annál inkább érezzük a késztetést, hogy mindennapi, úgymond valódi dolgokkal foglalkozzunk helyettük. A megnyugtató, édes tudatlanság állapotában. De aztán egyre nehezebb és nehezebb lesz letagadni, amit tapasztalunk, mert ahogy figyelmünk a valóság felé fordul, mindenütt annak igazolását fogjuk látni, helyben és szerte a világon egyaránt. Izgalmas időket élünk. Sokan úgy látják ezt, hogy szörnyű. Ám a dolgok hamarosan még izgalmasabbá válnak. Így tekinthetünk erre egy olyan lehetőségként is, amilyenre régóta vártunk. Kevesebbet fogunk birtokolni és használni, tévézni és utazni. De többet fogunk tenni, mondani, látni, hallani, adni és kapni. Ekkor fogunk elkezdeni egy új történetet írni és megvalósítani. Persze. Mások fogják majd folytatni és befejezni, tehát ez az élet. És valahol igazságos is. A jövőnk olyas valami, amivel őszintén szembe kell néznünk, méghozzá bátorsággal. Ám ha így teszünk, az hatalmas jutalommal jár. A valódi szabadság ajándékával. Nehéz idők jönnek. De ez nem jelenti azt, hogy nem tehetünk semmit. A még viszonylag normális idők előttünk álló minden egyes napja egy alkalom arra, hogy hálásak legyünk az életünkért, és egy lehetőség a valódi cselekvésre. Ha őszinték vagyunk önmagunkkal, és szívünk legmélyére tekintünk, akkor ráébredünk arra, hogy ez a küzdelem nem az emberiség megmentéséről, hanem a bátorságunkról szól.
arról, hogy úgy szeressünk, ahogy eddig még soha. Az emberekben azért fejlődtek ki az együttérzés, az odaadás és az együttműködés képességei, mert létfontosságúnak bizonyultak a túlélés szempontjából. Az előttünk álló nehéz időkben lesz igazán szükség arra, hogy a lehető legjobb önmagunkat adjuk. Mert csak közösen és egymást támogatva juthatunk túl a hatalmas kihívásokon. Ez az egyetlen lehetőségünk. Mert a túlélés és az alkalmazkodás valódi lényege nem más, mint maga a szeretet.